A több mint 3,5 évtizedes múltra visszatekintő nyírségi torna a legnagyobb sakkverseny a keleti régióban. Az elmúlt években számos neves sakkozó ült asztalhoz a viadalon, ezúttal is több mint 100-an tologatták a bábukat az új helyszínnek számító Continental arénában. A svájci rendszerű versenyen rengeteg izgalmas partit játszottak a résztvevők. Óriási hőfokú küzdelmek voltak, meglepetések is voltak, nem egyszer borult a papírforma, és a rengeteg gyerek rengeteg győzelmet ért el, mind a mesteri csoportban, mind a további csoportokban. Én azt hiszem, hogy a küzdőszellemmel, a játszmák színvonalával maximálisan elégedett lehet a megyei sakkszövetség, megérte a versenyt megrendezni, amit szerettünk volna elérni, az teljesült is. Az A csoportban a szegedi Csirik András, a B csoportban a tiszavasvári csapatát erősítő Lengyel László végzett az élen. A C csoport győztese a balkányi Szokolov Albert lett, míg a D csoportban a nyíregyházi Piremonese játékosa Görömbei Bálint szerezte a legtöbb pontot. Ősszel még több megmérettetés vár a megyebeli sakkozókra. A megyei sakkszövetség minden évben általában az év végén december hónapban rendezi meg a megyei egyéni sakkbajnokságot, emellett a villámsakk és rapid sakkbajnokságot is, ezekre is várhatóan december hónapban fog sor kerülni, emellett még a megyei csapatbajnokság küzdelmei októberben be fognak indulni, és emellett még több hagyományos szabadidős és egyéb versenyt szervezünk, a megyei másodosztálynak tekinthető megyei kupát és egyéb versenyeket, amelyeket előre még meghatározni nem tudunk, mert az NB2-nek a küzdelmei, a megyei csapatbajnokságnak a küzdelmei gyakorlatilag minden hétvégére, minden vasárnapra adnak elfoglaltságot a sakkozóknak, és hogyha emellett még egyéb napokon is volna küzdelem, az a felkészülés a minőség rovására is mehet. Gunyec Zoltán még elmondta, hogy a nyírségi torna résztvevőinek többsége jelezte, hogy biztosan ott lesz a jövő évi versenyen is.